és már is elindult a csapat, tehát szinte kirobbant a gépből Blazing Camelt, egészen komoly tempóban megy el vezetni, itt hozzájuk képes, vagy hozzá képes a többiek, mint ott egy pillanatra megálltak volna, hogyha rögtön vagy 5-6 hossz az előnye. Oligarchával, illetve Lightbuskájjal szemben, aztán jön Rém Király, illetve Zane Nibra, Surprise of Easter egyelőre, aki nehezebben kap lábra, és neki van azért pár hossz hátránya, de amikor az egyenes végéhez közeledik a mezőny, szép lassan azért olvadóban van Blazing Camelt előnye. Mögöttem én mindig Oligarcha, Zane Nibra, Sly Blue Sky, Rém Király picit fogva, és azért Surprise of Easter is most már egyértelműen úgy tűnik legalábbis, hogy mintha megkapta volna a csatlakozás, de azért sokat kell majd jönnie még az utolsó 800 méteren, hiszen ahogy megérkeztek Blazing Camelt mögé, azért Laubével tud gyorsítani a Frenkel ivadék, és egyértelmű vezető pozícióban éri majd el a befutó egyenest. 500-nál még mindig vezet Blazing Camelt mögötte Oligarcha, Light Blue Sky, Zane Nibra, kezd fáradni, Rém Király feljön a helyére, és még mindig csak a sereghajtó Surprise of Easter. Ez már a befutó, Blazing Camelt tovább tud gyorsítani, Oligarcha nagyon-nagyon jó versenyt fut egyelőre, és ott lehet talán a dobogón, sőt, megpróbálja megtámadni a vezető lovat. Light Blue Sky ott van a harmadik helyen, próbál elindulni Rém Király, de harcolnia kell a dobogóért, 200-zal a cél előtt. Light Blue Sky tűnik most talán Blazing Camelt ellenfelének, de úgy tűnik, hogy nem lesz itt igazi küzdelem a végén, elindul Rém Király, talán a második helyre felér majd. Blazing Cometet azonban nem lehet megvenni, startcél győzelem a Kálai Pál emlékversenyben. Blazing Camelt, Rém Király és Light Blue Sky befutási sorrend.